Az ünnepség az 56-os emlékkeresztnél kezdődött, ahol néma megemlékezés és koszorúzás volt. Közös koszorút helyezett el Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András polgármester, Tanárki Gábor főispán, valamint Molnár Krisztián a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke. Koszorúval tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt a rendvédelmi és mentésügyi szervezetek tagjai. Politikusok, az egyházak, valamint a civil szervezetek képviselői. Az igazi erő a kis közösségekben rejtőzik. Az igazi erő a kis közösségekben rejlik, erre hívta fel a figyelmet Székesfehérvár polgármestere ünnepi beszédében. 1956 emléke azt tartogatja nekünk, hogy elsősorban magunkra számíthatunk a világban akkor is, ha vannak szövetségeseink és barátaink, tette hozzá Cserpalkovics András. A városvezető kiemelte, meg kell becsülni a szabadságot. A kihívások, melyekkel szembesülünk, ugyan más jellegűek, mint 67 évvel ezelőtt, léptékükben azonban nem csekélyebbek. Mielőtt azonban megrettenünk, mielőtt lebénítana minket az Ukrajnából, a Közel-Keletről, vagy akár az olvadó sarkvidékekről érkező képsorok, jusson eszünkbe. A kis közösségek reménye és az ebből fakadó tetvágyuk képes volt sikert elérni elképesztő esélyekkel szemben is. Esélyeink, lehetőségeink pedig itt, Fehérváron, ma összehasonlíthatatlanul jobbak, mint a 20. század során szinte bármikor is voltak. Mi, Székesfehérvár diákjai beleszülettünk a hazugságba. A város hagyományaihoz hűen idén is fiatalok idézték meg a forradalom sorsfordító napjait. Idén a Ciszterci Szent István gimnázium az egykori József Attila gimnázium diákjainak szemszögéből nézve elevenedtek meg az események. Innen az előadás címe, mi józsefesek. A néhai fiatalok mai utódai, a Fehér Holló diák színpad tagjai játszották el, és élték újra az 56-os történéseket. A darabot Matusz János, a Szent István Király Múzeum művészeti intendánsa írta. Van néhány olyan iskola, amelyik a leírások szerint különösen fontos szerepet játszik a Fehérvár eseményekben. Az útépítő mellett a József Attila gimnázium is ilyen volt, és az ennek a szemszögéből még nem írtam meg ezt a történetet, és mivel Józsefes gimnáziumról van szó, vagyis Ciszteres gimnáziumról van szó, ott pedig egy egészen kiváló minőségű diákszínpad működik. Az előadás szövegét az 1957-ben végzett Józsefes lányosztály egyik tagja, Horváth Szűcs Ilona személyes emlékei alapján kiegészítette, és az előadást rendezte Ferenci Noémi, a diákszínpad vezetője.